Hol volt, hol nem volt, az óperenciás tengeren is túl, még az üveghegyen is túl, ahol a kis kurta farkú malac túr, volt egyszer egy szegény özvegyasszony, annak egy fia, Palkó volt a neve. Édesanyám, én nem éhezem itthon többet. Elmegyek szolgálni, addig haza sem jövök, amíg legalább egy borjút nem szolgálok. A kertünkben majd felnövekedik, s lesz legalább egy kicsi gazdaságunk. Elmegy palkó szolgálatba, oda van egy esztendeig, szolgál egy borjat. Aztán megint elmegy szolgálatba, s megint szolgál egy borjat. A harmadik esztendőben is, a negyedik esztendőben is szolgált egy-egy borjat. Volt már négy borjú, de kicsi volt a kert, és kevés szín a termed benne. Nem volt, mivel tartsák a borjakat. Ő bizony gondolja magában, vásárra hajtja, mind a négyet s eladja. El is indul a négy borjúval, de amint az úton menne, szembe vele egy ősz öregember, s azt mondja neki. Te legény, van nekem egy szépen szóló furújám. Neked adom, ha egy borjat adsz érte. Ugyan, mit gondol, bátyám uram, csak nem adhatok egy borjat egy furújáért. Csak adjad, ne félj, nem olyan akármilyen furúja ez, mint a többi. Majd meglátod, hogy nagy hasznát veszed még ennek. Isten neki, gondolja magában, Palkó, s odaad egy borjat a furujáért. Azzal tovább megy. De még egy puska lövés nyílesen mehetett, megint elejébe kerekedik az ősz öregember, s azt mondja neki. Te legény, adj még egy borjat, s nézd, ezt az egeret neked adom érte. Hát hogy adnék egy borjat egy egérért? Mit gondol bátyám uram? Van otthon egér elég, mindig bosszankodik az édesanyám miattuk. Jó, jó, de ez nem olyan egér, mint a többi. Addig beszél az öregember, hogy Palkó odaad egy borjat egy egérért. Most már két borjúval ment a város felé, de hogy, hogy nem, az égből esett le, vagy a földből bújt ki, Megint csak elejébe állott az ősz öregember, s azt mondta neki. Te legény, van nekem egy futóbogaram, ez csak az igazi. Neked adom, ha egy borjat adsz érte. Nem adom én, nem bolondultam meg. Elég bolond voltam, hogy a két borjat már odaadtam egy furujáért, meg egy egérért. Mondom neked, hogy adj egy borjat ezért a futóbogárért. Mert bizony nagy hasznát veszed. Mit gondolt, mit nem, Palkó, odaadta a harmadik borjat is. Ment az egy borjúval, hajtott a nagy búsan a város felé. Mindegyre vissza akart fordulni, hogyha találkozhatnék valahogyan azzal az öreg emberrel, mert erősen megbánta a vásárt. Na, nem kellett, hogy visszaforduljon, mert amint nagy búsan mendegélt, tűnődött magában, csak elejébe került az őszöregember, és azt mondja neki: Hallod, de fiam? Add nekem ezt a borjat is, adok érte egy zacskót. Nem adom én, bár a többit se adtam volna. Nem tudom, hogy kerülök az anyám szem Csak add ide azt a borjat, ne búsulj semmit. Nem akármilyen zacskó ez. Tudd meg, hogy ebbe a zacskóba álom van kötve. Csak mondanod kell neki, Hány órát akarsz aludni? És annyit alszol, s ha mást akarsz elaltatni, azt is elaltathatod, csak szól az acskónak. Ha már így van, minek menjek egy borjúval vására? Legyen az öregé a negyedik borjú is. Hiszen volt otthon nem ulas, mikor Palkó hazaért. Kérdezte az anyja. Eladtad a borjukat, fiam? El, édesanyám, el. Hát hol a pénz? Nem pénzért tettem, édesanyám, hanem ezekért mi. És előhúzta a tarisznyájából a furuját, az egeret, a futóbogarat és az álomzacskót. Haj, megmérgelődött az özvegyasszony. Kapott egy husángot, ütötte palkót, ahol találta. S ha által nem szalad a szomszédasszony, s ki nem szabadítja a keze közül, bizony mondom, hogy holtra veri. Szaladott palkó, amerre a szeme látott, de visszakiáltott az anyjának. Isten áldja meg, édesanyám, addig vissza nem jövök, amíg király nem lesz belőlem. Ment, mendegélt palkó, hetet hét ország ellen, az óperenciás tengeren túl, ahol a kis kurta farkú malac túr, s ért egy nagy városba. Abban a városban lakott a király. Ennek a királynak volt egy gyönyörűséges leánya, de ennek a leánynak nagy betegsége volt. Olyan nagy bánat nehezedett a szívére, hogy senki meg nem tudta nevettetni, s nem jött álom a szemére sem éjjel, sem nappal. Megy Palkó is a király udvarába, s jelenti, hogy ő is szerencsét próbál. Csak üljön ki a király kisasszony a palota tornácára, s majd az udvaron mutat valamit. Kiül a király kisasszony a tornácba, kiül a király is, a felesége is, összegyűltek mind az udvarbéliek is, hadd lássák, mit tud ez a szegény legény. Akkor Palkó kivette a tarisznyájából az egeret és a futóbogarat, szépen letette a földre. Aztán fújni kezdte a szépen szóló fulujáját, s hát halljatok csodát, az egér derékon kapta a futóbogarat, s járták a táncot, hogy csak úgy porzott az udvar. De uram Istenem, akkorát kacagott a király kisasszony, hogy a kacagástól csengett a palota. Kacagott a király is, a felesége is, kacagott az udvar népe is. Nafia, no, fiam, megkacagtattad a leányomat, most még csak altasd el. Csak vigyék be, felséges királyom, a király kisasszonyt a szobájába. Fektessék le az ágyába, és majd meglátják, hogy mindjárt elalszik. Mikor a király kisasszonyt lefektették, Palkó bedugta a fejét a tarisznyába, s szólt az acskónak. Aludjék a király kisasszony holnap reggel nyolc óráig. Abban a pillanatban bekoppant a király kisasszony szeme, s aludott édesen, másnap reggel nyolc óráig. A közben felöltöztették Palkót drága szép bíbor vörös gúnyába, s amint a király kisasszony fölébredt, mindjárt nagy lakodalmat csaptak. S az öreg király átaladta a leánya kezével Palkónak az országot is. Hét nap s hét éjjel húzták a cigányok, járták a legények és leányok. Lakodalom után Palkó elment az édesanyja után, s hat lovas hintón a palotába hozta. Sóra, fára, nem volt többet gondja. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.